tetszik, egy az ő tiszteletére azért teszem meg ezt az utat, mert az ő elsőszülött fia esett el a háborúba, az első világháborúba. A frontra induló katonák hangulatát hagyományőrzők idézik fel. Ők korabeli tiszti és tábori egyenruhában, korabeli felszerelésekkel indultak az isonzóhoz. A tervek szerint a front életről is tartanak majd előadásokat. Múlt nélkül nincs jövő, tehát nagyon fontos, hogy megismerjük eleink életét és viseleteit. Az én családom most reggel számoltam meg, hogy 7 tagja harcolt az első világháborúban, 2 haltak meg. Tehát nekem is nagyon fontos, és minden magyar család érintett ebben. Az utasok között olyanok is vannak, akik még csak iskolai tanulmányaikból ismerik az isonzói harcokat. Ő idén tanult az első világháborúról, és gondoltam, hogy hát test közelből is nézem meg, hogy hol folytak ezek a nagy harcok, ami Magyarországot is nagyon megváltoztatta. Az emlékvonat a 100 éve 1915. június 23-án kezdődött, több mint 2 évig tartó összecsapás sorozat áldozatainak állít emléket. A szerelvényen 550-en utaznak, idegenvezetők kalauzolják majd őket az egykori hadműveleti területeken. Elsősorban Doberdónál keresik majd az egykori magyar alakulatok nyomait. 4,5 millió katona vonult be akkor az első világháborúban, sok százezres volt a veszteségünk. Gondolom, ma sincs család, amelynek ne lenne érintettsége. Az Isonzó Expresst fúvós zenekar búcsúztatta. A szerelvény a papi áldást követően gördült ki a keleti pályaudvarról. A zarándokok a tervek szerint kedden érkeznek meg a doberdói fennsíkra.